Jancsó Péter minden esztendőben az év végéhez közeledve hagyományos találkozóra invitálja az újságírókat, hogy közösen értékeljék az elmúlt hónapok jelentős eseményeit, történéseit. A Grabopleszt elnök vezérigazgatója pénteken elsőként a világ és Európa gazdasági körülményeit elemezte, rávilágítva a konfliktus helyzetek jelentőségére. Mint mondta, drámaian romló a helyzet, annak ellenére, hogy 3%-os a világgazdasági növekedés. Jancsó Péter a Grabopleszt működésével kapcsolatban kifejtette, elérték az orosz-ukrán válság mélypontját, ami azt jelenti, hogy a cég exportja Oroszországba jelentősen csökkent, míg Ukrajnába teljesen leállt. Ennek ellenére 1-2%-os bevételnövekedést vár a 2015-ös évtől. Legbüszkébb mindenképpen arra vagyok, hogy egy óriás beruházással létrejött egy negyedik gyár a Grabplastnál. Ugye ideig volt 3 gyárunk, most lett egy Grabodizájn gyárunk, ami LVT padlókat gyárt és homogén padlókat, amiket ideig a cég nem gyártott, és ezek nagyon piacképesek, nagy növekedési ütemműek, ugyanakkor egy óriási beruházás. Életünkben nagyon kevés ilyen méretű beruházás volt, ez egy 6 milliárd forintot jelent, és hát sikeres átadás-átvitelnek a napjait éljük át, tehát mindenképpen erre vagyok a legbüszkébb. Néhány hét múlva hivatalosan is átadják az új gyárat, de ez csak egy kis szelete a 2016-os teendőknek. A Grabopleszt ugyanis 10 milliárd forintos hitelállományát 9 milliárd forintra mérsékelni, új termékek bevezetését tűzték ki célul, így természetesen az egyedi padlók fejlesztése, továbbfejlesztése sem áll meg. Egy jelentős növekedést várunk, részben azért, mert hát innen már a keleti piacokon nem lehet tovább esni, ez mindenképpen. Másik pedig, hogy a beruházásnak az elindulásával jelentős lesz a növekedés a cégnek, tehát ez egy 15-20% körül növekedésre számolok. A Grabopleszt termékei versenyképesek, még akkor is, ha egyes piacokon visszaesés tapasztalható, hiszen akkor más területen nő a megrendelés. Jancsó Péter híradónknak úgy fogalmazott, jó termékfejlesztési évet tudhat maga mögött a vállalat, erre pedig a következő évben is törekedni fognak.